Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pontban műsorunk meghívottja dr. Tompa Klára, színművész. Színművészként nyilván a város lakóinak nagy része ismeri önt, és hát nyilván adáskörzetünkben is. De most egyetemi docensként, egyetemi előadó tanárként van a műsorunkban, mert hogy közeledik a felvételi, és hát ez mindig nagy izgalmat jelent a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Sok a jelentkező, elég nagy felelősség megállapítani, hogy ki az, aki bekerül abba az elit csoportba, amelyik elvégzi majd a színit, illetve ki az, aki sajnálatos módon vagy következő felvételire, vagy kimarad ebből a mesterségből. Szóval hogyan fognak neki ennek az évnek, hogy néz ki most a felvételi? Van sok jelentkező? Először is köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket. Igen, úgy néz ki, hogy vannak, és ennek mindig nagyon örülünk, mert minél többen vannak, annál jobban lehet válogatni, és tényleg a minőségre fektetni a hangsúlyt. Mindig arra szoktuk, de hogy ha kevesen vannak, akkor nehezebb a választás, vagy a számolgatás. Májusban elkezdtük a vasárnapi felkészítőket, az ingyenes felkészítőket, és nagyon szép számmal voltak már első alkalommal, 14-en, egész messziről már érkeztek, ezt azért hangsúlyozom, mert ugye azért elég költséges eljönni vasárnap, leutazni, itt lenni, aztán visszamenni, vagy netalántán egy nappal hamarabb, ez azért ugye költség, de hogy voltak már egész messziről, Szatmár, Nagybánya, Várad, úgyhogy Székelyföldről. Magyarországiak még nem, hát ugye nekik aztán tényleg költséges ezekre a felkészítőkre eljönni, mert hogy ők is mindig szép számmal vannak. Most tudtom szerint, pont mielőtt idejöttem volna a titkárságot, megkérdeztem, hogy hogy állunk, és mondták, hogy 25-en vannak már, csak a kimondottan a színész szakra jelentkezők, érdeklődők, mert ugye nekik valami papírokat el kell küldeni, tehát hogy róluk tételesen már korábban tudunk, mint sem a beiratkozási idő. Úgyhogy én remélem, hogy lesznek, leszünk, és van az az intenzív felkészítő hét még a konkrét 3 nap előtt, ami július 18-19-20-a, ez a felvételi maga, de hogy azt megelőzően szoktuk ezt az intenzív felkészítő hetet. A beiratkozás ideje alatt, mert olyankor úgyis itt vannak már a diákok nagy számban. Persze ez nem kötelező, tehát volt olyan, aki utolsó percben jön, és csak a felvételi napjaim van itt, és bejut, és van, aki itt van végig, akár az első felkészítőtől, és mégsem jut be, úgyhogy ez nem kizáró jellegű, hogy mindig itt kell lenni minden felkészítőn, vagy intenzív héten. És akkor mire jó az a felkészítő, vagy intenzív felkészítő, tehát miért jó itt lenni? Hát én azt gondolom azért jó, mert minél hamarabb az ember egy picit belelát, hogy mi vár rá, annál jobb. Mert ugye szokott lenni olyan, hogy az ember esetleg valami rózsaszínködök kapcsán jön erre a pályára, azt gondolja, hogy ez egy valami könnyű valami, miközben nagyon sok a munka, erőltetett menet van, ugye szoktuk mondani. És ha ebbe egy picit minél hamarabb belelát, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg akarom, nem akarom ezt. Én nevén is nevezem ezt első perctől, hogy ezért is jók a felkészítők, vagy ez az intenzív hét, hogy nézd meg, hogy vajon erre vágysz, tudd, hogy ez ettől arra fele ilyen lesz, és akkor, hogyha az embernek ez valamiért nehéz, vagy úgy érzi, hogy akkora kín, akkor inkább ne, minél hamarabb, nehogy aztán első év végén, vagy esetleg második év végén jön rá, hogy ez neki egy valami belső feszültség is, de már nem meri otthagyni esetleg az egyetemet. Tehát minél hamarabb látja, annál jobban rájön, hogy akkor tényleg ezt vagy nem ezt akarja csinálni. Sőt, én mindig díjazom, ha jönnek korábbi 11-esek, és ők is idejében rálátnak arra, hogy tényleg ide akarok jönni, vagy sem. Tehát ezért jó. Persze mi is egy csomó mindent látunk már, csomó minden kiderül. Úgyhogy már látunk egyfajta munkához való viszonyt, amit esetleg a felvételi 3 napján nem lehet látni, mert ugye ottan konkrétan kérjük azt, amit kérni kell. Úgyhogy ilyen szempontból nekik is, nekünk is hasznos ez az intenzív együttlevés. És van olyan, hogy valaki meggondolja magát? Tehát volt erre példa? Volt.
Volt, de én azt láttam, hogy végül is egy tényleg egy őszinte döntés kapcsán, nem szülői nyomása, nem tanári nyomása, azt mondta, hogy ő most úgy érzi, hogy neki ez annyira sok, hogy ő most jön rá, hogy neki nem ez kell. És mondtam, hogy de jó, hogy ezt így nem fedezted fel, nem valaki más mondta el. És mintsem, hogy 3 vagy 5 évet lenyomni itt kinkeservesen, tényleg, akkor odébb kell állni. Menjen máshova, ahol szívecsücske szakmája lesz, vagy helyzet, úgyhogy ezt, ha az ember nem szeret, én azt gondolom különösen, mindenhol ugye mondhatjuk ugyanezt, de hogy ez különösen. Ha az ember nem azt mondja, hogy ezért érdemes élni, vagy fölkelni, vagy áldozni bármit is, akkor ezt inkább ne csináljuk. Igen, mert azért a színészséggel kapcsolatban van egy olyan elképzelés, hogy hát oda, hogyha az embernek van nagy tehetsége, akkor kiáll, és ott akkor azt előadja, és hát az magától jön, és ezen nincs amit sokat dolgozni. Tehát, hogy valóban azt hiszem, hogy nem látnak bele ennek a munka mélységébe, hogy az, hogy kiállok oda, és spontánul olyan jól jön belőlem, a sok, főleg a vicces dolgokkal kapcsolatban gondolják a nézők, tehát azok, akik kívülről látják ezt a szakmát, hogy ó, hát ott bolondoznak, és milyen jól érzik magukat, és akkor mit kell ezen 3 évet, 5 évet tanulni. Én most már úgy vagyok, ennyi év tapasztalata után, hogy a tehetség az, ha van, nagyon jó, de ha nem tartjuk karban, ha nem dolgozunk, akkor elillanhat. Tehát volt olyan hallgató, hogy felvételin valóban nagyon tehetségesnek, nemhogy tűnt, az volt, és akkor utána meg ugyanazzal maradt, nem fejlődött. Míg lehet, hogy jön valaki más, sete, suta, látszik, hogy semmi előtapasztalata nincs, és munkával szépen behozza a dolgokat, illetve én azt hiszem, hogy a szakmának nagyon-nagyon sok része megtanulható, mint egy mesterség. Sőt, hogyha ezt nem így fogjuk fel egy jó darabig, hogy ezért folyamatosan tenni kell, tehát hogy nem csak az iskolai évek alatt, most 3. évem végzett, és nagyon azt adtuk útravalóul tanárkollégáinkkal, hogy folytatni a tanulást nagyon-nagyon fontos. Tehát nem hinni abba, hogy most amennyit kaptam az egyetemtől, hogy az elég. Folyamatosan, főleg most még ugye az élet elején menni, megkeresni esetleg kurzusokat, hogy mélyíteni ezt az egész tudást, tanulást, nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy nem elég a tehetség. Igen, hát most, hogy így mondja, hogy vannak egyes jelentkezők, akik nagyon ügyesek, és már ismernek alap dolgokat ebből a mesterségből, illetve jönnek nagyon setes uta emberek, hát valamennyien ismerünk ilyen történeteket, hogy valaki csak beesik az ajtón, és akkor egyszerre csak kiderül, hogy milyen tehetséges. Szóval, hogy azt is tudni lehet, hogy nem nagyon kedvelik felvételin azokat a jelentkezőket, akik már több éve ilyen kedvelő csoportoknak főként kiemelt sztárjai. Igen, hát ebben... hogy ezekkel mindig csak probléma, mindig csak baj van. Igen, van egy olyan jelenség, de hát ez kikerülhetetlen. Tehát, hogy van egyfajta már rutinná merevedett tudás, és akkor az ember azt mondja, hogy jó, látom, ügyes vagy, látom, hogy már vannak eszközeid, már tudod, hogy merre kell nézni, hogy jó szögbe legyen a fejed, vagy ilyesmi, ez most csak tényleg a tévés itt levős jelenlevés miatt mondtam ezt a példát, és akkor azt mondom, hogy jó, de te hol vagy? Meg kell kapirgálni, és sokszor beszélünk, miután már bejutnak, hogy mit tud tanulni egy ilyen diák, például attól, aki semmit nem tud, semmi előtanulmánya nincs, viszont van egy nem tudom, egy ilyen beleugrok a mély vízbe, és nincs semmi elvárásom, nincs semmi előtudásom, nincs tele a fejem olyan dolgokkal, ami már akadály egy adott ponton. És akkor tanul az a diák, akinek már esetleg rutinja van, attól, aki semmit nem tud, és Hályok Kovács effektusként kezdi el az egészet, és fordítva kell tanuljon nyilván az, aki semmit nem tud, attól, hogy íme a másik már ezt is tudja, azt is tudja. És ezekről, ha beszélünk, szerintem érdekes dolgok történnek, hogy valóban hogy közelít, és akkor hogy lesz a csoport egy ilyen igazi csapattá. Én az első évet mindig úgy nevezem, hogy a betörés éve, hogy tényleg akkor ezeket a különböző helyekről jövő hallgatókat hogy közelíti az ember, vagy hogy tudja őket valahogy
arra bírni, hogy együtt tudjunk dolgozni, és az egyediség mellett mégis a csapat ereje azért az úgy meg tudjon születni. Igen, hát ez egy nagyon fontos meghatározás, mert hogy nyilván mindenki, aki a színire jön, tehát nagy színésznek képzeli el magát, az egyéni babérokra tör. És akkor kiderül első éven, hogy itt csapatmunkáról van szó, sőt, úgy tudom, hogy első éven kimondottan csapatépítésről szól az oktatás. Tehát, hogy tudomásul kell vennie, hogy bármennyire is nagyszerű ő, és benne van minden alapanyag, és mondjuk hajlandó is dolgozni azért, hogy nagyszerű legyen, azért, hogyha a körülötte lévőkkel nem tud együtt dolgozni, akkor ott van egy alapvető probléma. Igen, ez így van, valóban így van. Tehát az első év sok esetben néha azt érzem, hogy nem is a szakmáról szól, hanem pont ezekről az érzékeny dolgokról, hogy dolgozok olyanokkal, akikről esetleg azt gondolnám, hogy ó, hát én sokkal tehetségesebb vagyok, noha ő látszik, nem tud semmiről semmit, és hogy akkor hogy érjük el azt, hogy valahogy ezek a belső, hát nem is tudom, minek nevezzemek, helyreálljanak, vagy valamelyest módosuljanak, mozduljanak el, hogy jussunk el oda, hogy mindenki mindenkivel tudjon dolgozni, illetve hogy tényleg hogy tanul egyik a másiktól. Igen, szóval van, és nem csak ilyen értelemben, hogy tanulnak egymástól, hanem ugye említette, hogy magyarországi jelentkezők is vannak, elég komoly kulturális különbségek is vannak a jelöltek között. Igen, így van, így van. Valóban ezeket időnként át kell hidalni, vagy csak elég beszélni róla és nevén nevezni, hogy van, és akkor ezzel valahogy együtt tudni élni. Igen, akik Magyarországra jönnek, azok zömében előtanulmányaik vannak, és fel vannak vértezve akár jó vagy rossz értelemben vett tudással, és akkor ezek körül kell dolgozgatni. Az itthoniaknak mondjuk esetleg kevesebb ilyen előtapasztalatuk van. Nem mondom azt, hogy ez a jó, az a jó. Én mindig azzal az emberanyaggal kell dolgozzak, akik bejutnak, úgyhogy mindig izgalom a felvétel, illetve szoktam mondani, hogy harmadéveseimet most búcsúztattam, kicsit olyan, hogy hát igen, az embernek hirtelen lehet, hogy két szeretője lesz, a régit ugye el kell engedje, de az újat még nem szereti, de be kell engedje, kell majd ismerkedjünk, és akkor olyan furcsa ez a helyzet. Olyan nehéz nem szeretni már a régieket, az újakat meg még az ember úgy nem ismergeti. Igen, tehát ez most következik majd az intenzív együtt dolgozás velük. Gondolom, hogy 3 év után azért tényleg nagyon nehéz elengedni őket, mert hogy így ebben a mesterségben a klasszikus tanár-diák kapcsolaton azért túlmutat az a kapcsolatrendszer, ami kiépül önök között. Igen, valóban is ez az osztály különösen úgymond megjárta, de úgy gondolom így utólag, hogy azért elég jól vészeltük át a pandémiát, illetve voltak más problémák és egészségügyi gondok, és hát közösen együtt túléltük, és mégis helytáltunk, és én még mindig mondom, hogy noha a Zoomot mindenki nagyon nem szereti, de hogy nagyon sok pozitív hozadéka volt. Úgyhogy igen, ez egy különleges osztály ilyen szempontból. Sokkal tudatosabbá vált a munka. Tehát az, hogy vizsgáig volt legalább 40 beküldött kis filmecske, amit nyilván megnézhetett, azt tudtam mondani az út végén, hogy jó, de most nézd meg az első beküldött filmedet, és nézd meg, hogy honnan indultál, és nézd meg most, hogy hova jutottál. Az, hogy ő erre rá tud látni, és próbák alatt én hiába mondom, hogy ott, mikor ezt csinálod, ő a videóba vissza tudja nézni. És pontosan megérti, talán másképp érti meg azt, hogy én most miről beszélek, hogyha ő is visszanézheti önmagát, és látja azt a mozdulatot, vagy azt a hangsúlyt, és akkor azt mondom, hogy teljesen más alapokról tudunk indulni. Tehát ez a tudatosítás szerintem nagyon fontos. Tehát én mondtam is nekik, hogy így, nem tudom, egy fél év erejéig én csak Zoomban dolgoznék. Nem beszélve arról, hogyha holnap szerintem kamera elé kell állni, már van egyfajta bátorságuk, tehát a vége fele mondták is, hogy ők már nekik semmilyen ellenérzés, hogy kamera előtt kell jönni, menni,
időnként mutatták, hogy az otthonuk milyen stúdióvá vált, ott aludt a sarokba, de közben be volt állítva, ilyen szögbe, olyan szögbe, úgyhogy volt ennek szerintem pozitív hozadéka is. Én így gondolok vissza rá mindenképpen. Igen, tehát gondolom, hogy minden helyzetből, hogyha az ember okos és építi magát, rádolgozik a dolgokra, akkor megtalálja így a pozitív lehetőségeket. Egy kicsit visszatérnék így a magyarországi diákokra, mert hogy ez ugye így egy kicsit borzolja az erdélyi kedélyeket, mert hogy ez egy olyan versenyhelyzetet teremt, amitől egy kicsit félnek az erdélyi diákok. Tehát mivel itt túljelentkezésről van szó mindig, nem mindegy, hogy milyen versenytársakkal áll ki az ember. Igen, ez valóban így van, elmondtam az elején, hogy a minőség az elsődleges szempont, tehát hogy ezt keressük, ezt kapirgáljuk, ezt kérdezgetjük, meg akarjuk nézni, hogy tényleg van-e valami, nincs-e valami. És akkor... az, hogy a végén mérlegelni kell, hogy akkor most nyilván bele kell férni egy 12 fős osztálylétszámba, akkor az ember gondolkodik, hogy és mint és merre. Én csak bátorítani tudnám az erdélyeket, hogy ne kókadjanak azért, mert magyarországiak jönnek, mert hát most ez az élet harca. Tehát én azt hiszem, bármilyen más egyetemre, ha mennének, akkor ugyanígy lenne egyfajta kulturális különbözőség pont annak kapcsán, hogy jönnek innen is, jönnek onnan is. Igen, nekem mindig az volt egy kérdés a magyarországi diákokkal kapcsolatban, hogy hogyha ő minden áron vissza akar menni az anyaországba, akkor ez a 3 év kiesés az ottani körökből, vagy akár az 5 év, hogy az elég hosszú idő ahhoz, hogy ő vissza tudjon nyergelni. De hát nyilván ez már az élet dolga, illetve az ő személyes kapcsolat fenntartásainak az ügyeskedéssel, hogy akkor tényleg visszamegy, illetve hát mondhatunk példákat akár, hogy volt olyan osztály, aki akár itt maradt Erdélyben, vagy elszóródtak, és meg tudtak maradni Székelyföldön, ott, ahol nyilván nem igényeltetik a román nyelv, és volt osztály, amelyik teljes létszámmal Magyarországon kötött ki, noha zöme erdélyi, úgyhogy átjárás van mindenképpen, és azt hiszem, hogy ez a normális, vagy hogy... Igen, mondjuk kulturális különbségek adódnak így nem csak Magyarország-Erdély viszonylatban, hanem Erdély viszonylatban is. Tehát emlékszem rendkívül művelt Sepsi Szentgyörgyi színészre. Hát most Derzsi Dezsőre gondolom színészként így nem rossz neki, hogyha így reklámozzuk. És hát emlékszem olyan színészre is, aki azt hiszem, hogy éppen az ön osztályában volt, aki akkor olvasott először dráma kötetet, amikor a Vakbelét vették ki, és a kórházban unatkozott. Szóval van, amin dolgozni. Igen. Ilyen értelemben. Igen, emlékszem erre a hallgatóra. Bájos volt, hogy végül is bevallotta, mert titkolhatta volna. Igen. És ez mennyire látszik, amikor az ember dolgozik velük, tehát színészként dolgozik velük? Mert hogy rendező szakon világos, hogy az olvasottság, műveltség az egy nagyon, nagyon fontos dolog. De színésznél akkor ez most mennyire hátrány, vagy előny, vagy mennyire... Nyilván előny, sőt én nagyon szeretem a gondolkodó színészt, az értelmes színészt, mert túl a vehemencián, túl a zsigeri dolgok mellett egy adott ponton, hosszú távon azt mondom, hogy nagyon fontos az önkarbantartás, tehát úgy a pszichének, úgy a testnek, léleknek az egészsége, és akkor ehhez már kell egy tudatosság, kell egyfajta értelmi szint, hogy nem csak megyek fejjel a falnak, és lehet, hogy 3 év alatt ledarálódok és kiégek. Visszatérek a kezdetekhez. Van olyan hallgató, aki láthatóan nyilván hiányosságokkal jön, de én azt gondolom, ezek pótolhatóak. Tehát, hogy bármikor lehet pótolni, olvasni, elfele ösztönözzük, aztán van, aki valóban meglépi, van, aki nem. Ez már túlmutat azon a viszonyon, hogy mennyi az én dolgom, és mennyire foghatom az ő kezüket, hogy tényleg magán időben mit csinálnak, mit nem. De van egy másik jelenség. Tehát, hogy van olyan, hogy látszik, hogy lexikálisan nagyon nagyok tehát nagy hátrányban van mondjuk egy másik diákhoz képest, viszont olyan színpadi érzékenysége van, egy olyan
azt is mondom, hogy színpadi idegrendszer, ami viszont fölülmutat minden más dolgon. És akkor ugyanez a diák, viszont látom, hogy mikor eljut a szakdolgozat megírásáig, egyszerűen nem is tudom, tehát hogy képtelen megírni azt a dolgozatot, utolsó percig ég a körmére a gyertya, és valahogy imádkozunk, hogy de hát hadd jusson tovább, mert hát közben meg egy, hogy tehetséges, kettő, tényleg olyan érzékenységgel oldja meg mindig a feladatait, és akkor valahogy ezt a dolgot hogy kéne okosan. Én mondom már első évtől, hogy szakdolgozat, minél hamarabb megnézni, elkérni esetleg előttünk jó példával járókét, hogy az ember ebbe beletanuljon egy picurkát. Vagy hogy a végén eljutni oda, hogy bárhogy tudok írni, de hogy egy kaland legyen az, hogy az ember esetleg egy szerepről elkezdjen őszintén, nyilván írott formában tanúbizonyságot tenni a tanulmányai után. Igen, hát gondolom, hogy azért első éven még senki nem fog neki a szakdolgozatának a megírásához. Többször említette azt, hogy a karbantartása, tehát hogy a színész képességek karbantartása. Ez így mit jelent, tehát mire gondol? Én gondolom ugye a beszédképesség, tehát hogy ilyesmi, csak ugye azt is szokás úgy gondolni a művészekről, hogy hát azok mindenféle serkentő és különféle módon serkentő szerekkel tartják karban azt a képességüket, hogy ott a színpadon elboldoguljanak. Feltételezem, hogy ez nem így van. Nyilván nem erre gondoltam. Hát túl azon, hogy beszédtechnika, hogy olvasottság, ami nyilván egy idő után segíteni fog, vagy az szükséges és elmaradhatatlan, illetve az elméleti tantárgyakon belül azt mondom, hogy igen, rálátok erre a világra. Tehát nem erre gondolok, hanem arra a zónára gondolok, hogy igenis az, hogy a testemet, hogy edzem. Szoktuk mondani, hogy nem az a nehéz, mikor az ember dolgozik és feladata van, mert akkor amúgy is arra sarkallódik, hogy akkor tegyen azért meg mindent, hanem mi van akkor, amikor jön egy hosszú nyár, vagy hosszú ideig nincs dolgom, és akkor, hogy ügyelek a testemre, a lelkemre esetleg, vagy hosszú távon arra gondolok, hogy milyen hozadéka van annak, hogy az ember esetleg a kiégés veszélyével találkozik, mert annyira foglalkoztatott, vagy pont, hogy nem vagyok foglalkoztatva, és akkor ezt az időt hogy vészelem át, illetve bizonyos szerepeknek esetleg van negatív hozadéka arra az egészre, ami az ember önmagam. Hát, hogy hanem mondjuk például én észleltem egy adott ponton, hogy nagyon sok negatív szerepem volt, és hogyha azt az ember teszi-veszi, nem 8 óra erejéig magába, hanem ezzel alszik, ezzel kell, ezzel fekszik. Tehát, hogy egy adott ponton meg kell tanulni azt, hogy vagyok én, van a szerep, fölveszem, de le is kell tudni tenni. Hogy ne az legyen, hogy bennem marad. Nyilván ez egy picit már egy olyan zóna, hogy az ember azt mondja, hogy jó, de hát miről is beszélünk, de biza-biza azért nagyon sokat kell beszélni arról, hogy egy próbafolyamat, vagy egy főleg intenzív próbafolyamat alatt pont ezzel az új szereppel, szereplővel találkozás, milyen pszichodinamikai dolgokat képes az emberen belül, emberből kihozni, illetve hogy ennek hogy van egyfajta tudatosítása, és azt mondja, igen, ez most szükséges, ezt meglépem, de hoppá, mindig vagyok én, aki azt mondom, hogy van ahova visszalépnem. Na és hogy erről szerintem nagyon, én erre gondolok az önkarbantartásra, hogy igenis, ez nagyon fontos, tehát, hogy épp testben, épp lélek, ugye szoktuk mondani, és hogy ezt hogy? Ezt meg lehet tanulni, lehet egyéníteni, de nagyon-nagyon fontos, mert bele lehet kattani egy-egy szerepbe, azt gondolni, hogy na, akkor most nekem mindent szabad. Nem szabad összetéveszteni, én azt hiszem, ezt a fajta egészséges létezést, hogy a következőt majd megint azt mondjam, hogy gyere, akkor mindent megteszek érte, de nem keverem össze azt a civil létezést a színpadon levő bármilyen furcsa. Igen, gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tudás a színész számára, hogy így hosszú ideig jó karban tudja tartani magát, tehát alkotó erejét karban tudja tartani. Most itt lenne még egy csomó kérdésem ezzel kapcsolatban, de sajnos az adásidőnk lejárt, úgyhogy köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a felvételihez. Köszönöm.
és szeretettel várunk mindenkit. Kedves nézőink, ez volt mai pont a műsorunk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.